Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Visszatér hozzád ez a kérdés, és így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Ivina részére. Kedves Ivina, köszöntelek téged. A kérdés az, hogy ő visszatér-e hozzád, de én felteszem azt a kérdést is, miért ment el? Tervezte ő ezt? Erre megadja a választ itt ez a kártya. Ő ott ül a földön, kicsinek érzi magát, nem tud mozogni, nem tudja elképzelni, hogyan tovább, mi a jövő, vannak félelmei, fél, hogy elveszít téged. Ha ezt ő tervezte volna, akkor megnézni itt a háttérben ezt az ablakot, az lenne egy terv. De ő más fele tekint, és az azt jelenti, hogy ez nem volt betervezve nála. A második kérdés, miért ment el? Miért húzódott vissza? Itt az eremit, az magányosságot mutat. Tehát nála nincs egy másik hölgy, nem egy másik nő miatt hagyott el téged, hanem ő kereste ezt a magányt, nyugalomra vágyott. Milyen elvárásaid vannak, azt mutatja itt ez a kép, az egész világot összefogni. Te látni szeretnéd, tudni szeretnéd, mi volt az oka, hogyan tovább, mit tudnál javítani. Te türelmes is vagy, mert ez a kép itt utal a 4 évszakra, és az egy évet jelent. Te türelmes vagy, mert ezen a képen látható a 4 elem, a víz eleme, a tűz eleme, a levegő eleme, a föld eleme, és az szimbolizálja az évszakokat is, tavaszt, nyarat, őszt és telet, az egész, az egy év. Az nem jelenti azt, hogy te ilyen sokáig kell, hogy várj arra, hogy ő visszatér, de te belülről úgy érzed, hogy ti újra összejöttök, és te türelmes vagy vele szemben. Te hajlamos vagy még egy évig is várni arra, hogy ő jelentkezzen. Meg tudtad volna ezt akadályozni? Erre megadja a választ itt ez a kártya. Ez az arany érem értékekre utal. Az lehet pénzügyi dolog is, de jelenti a belső értékeket. Ha te ezt közölted volna vele, hogy ő milyen értékes számodra, akkor meg tudtad volna ezt akadályozni. És amikor ő így döntött, mi váltotta ezt ki, azt mutatja itt ez a kártya. Több irány, több lehetőség. De ő tudni akarta, hogy kettőtök közt hogyan tovább. Mi az, ami mindkettőtöket lelkesít. Itt van a tűz eleme, az utalhat testi kapcsolatra is. Lehet, hogy nem voltatok egy hangban. Az zavarta őt. Úgy érezte, hogy te nem értékeled őt. Ez nem jelenti azt, hogy ez tényleg így volt, hanem ő így gondol erről a kapcsolatról, vagy abban a pillanatban, amikor ő így döntött, ezek voltak a gondolatai. Befolyásolja őt valaki? Igen, itt vannak kihívások. Ő nem találja meg azt a nyugalmat, amire vágyik, mert valaki mindig beleszól a dolgaiba. Az nem tetszik neki, ez egy kihívás.
A következő kérdés. Van egy hölgy a háttérben, gondol ő valakire, itt az ördög azt mutatja, nem, nem, nem. Lehet, hogy vannak emlékei, de a múltban ő sokat átélt. És azzal a hölgyel nem akar kapcsolatot. Gondol ő rád, itt ez a kép a korlátozásokat mutatja. Olyan, mint egy kerítés. A 9-es szám is a korlátozás. Bizonyára gondol rád, de itt van ez a kerítés, nem megy tovább. Miért? Az álmok közölték veled, mert ő bocsánatot akar kérni, ő szégyenli magát, de itt vannak nála korlátok. Neki át kell ezen lépnie. Szerintem ő nagyon büszke, és nem akarja ezt szóba foglalni. Viszont a lelke közli veled, és ezek az álmok. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kép mutatja. A kelyhek az érzelmekre utalnak, mert ez a víz eleme. Itt vannak emlékek. Ő gondol rád. Akkor is, ha érzi ezeket a korlátozásokat. De neki vannak érzelmei veled kapcsolatban. A következő kérdés egy nagyon fontos kérdés. Szeret ő téged? Itt ez a szerelmes pár adja meg a választ. Ámor közli ezt a jó hírt. Ő szerelmes beléd. Van egy másik hölgy az életében, ahol érzelmei vannak. A választ megadja ez a kártya. Itt vannak nehézségek. Nem is lát, nincs ott más hölgy. Te vagy a gondolataiban, az érzelmeiben, mert ő téged szeret. A jövő itt látható, ő visszatér, átnyújtja ezt a kelyhet, ami a víz elemét, az érzelmeket mutatja. És az utolsó kérdés, amit itt már megválaszoltam, visszatér ő hozzád, itt középen ez a kártya adja meg rá a választ. Ő útban van hozzád. Még nem érkezett el, de az irány az megvan. Én megkérdezném az ingát. Szeret ő téged, visszatér hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő visszatér hozzád, mert szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ez le van zárva. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. A válasz igen, ő visszatér hozzád, mert ő szeret téged. Kedves Iviná, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, és nagyon sok szeretettel Denderre. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!